A Tisza-tó érdekességeit bemutató sorozatunk újabb része következik. Ezúttal a Poroszló közelében található egykori települést Ráboly, vagy másik nevén Puszta Ráboly volt az úti cél. A település történetéről Veres Lászlót kérdezte munkatársunk. Kérek szépen egy kis segítséget, közigazgatásilag hol vagyunk most? Poroszlóhoz tartozó Ráboly tanyán vagyunk most jelen pillanatban. Itt a Rábai tanyán belül pedig itt a Magtár térségében vagyunk. Én úgy gondolom, hogy érdemes lassan visszamennünk a történelembe. Mi ez az épület, mikorból származhat, ki használta, milyen célra? Hát az épület maga az uradalmi birtok volt, és ebben esetben pedig az egri püspökségnek a birtoka volt, tehát egyházi birtok volt. Ha jövünk Ráboly felébe a vezető úton, akkor jól lehet látni, hogy árok veszik körül az egész települést, tehát az egész területet, és földsánc is, tehát valamikor ugye a kiszaladó vizeket így meg tudták akadályozni, hogy a falut elöntse a víz. Régen jelzett település volt Puszta Ráboly, talán még a középkor elején még vásár jogot is birtokolt ez a település. Találtam egy érdekes adatot, nem tudom megerősíteni, hogy tudományos-e vagy nem, de azt írta egy fiatal egyetemi hallgató, hogy talán a rab szóból származhat a kifejezés, és itt rabok, illetve szolgák élhettek valamikor a 13. században. Hát a rabok nem is, de szolgák valóban, mert ez a birtokon egyetlen egy intéző volt, aki intézte a gazdaság ügyeit, illetve hát voltak ilyen különböző vezetők, de egyébként itt csak a dolgozni járó emberek, tehát gyakorlatilag napszámosak voltak. Az előbb említette ezeket a sáncokat, és az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen azok a települések maradtak meg, amelyek valamilyen kiemelkedésre telepedtek le, vagy ott épültek föl. Itt ez a település, ez ezzel mi lett? Miért szűnt meg? Hova tűnt a történelem viharában? Hát a történelem viharában csak a török időszakot is vegyük alapul, egy Poroszló is elnéptelenedett. Tehát a török időszakban gyakorlatilag a falunak, a lakosságának egy részét lemészárolták, másik része elmenekült, és hát a tokai halászok jöttek erre lefelé halászni, ugye idegen halászterületet találtak, ami ugye egyházi birtok volt ez a halászati jog, és ennek a jogát birtokolták, és látták ezt a szabadvízi nagy halászati lehetőséget, és akkor Tokaj környékéről települtek Poroszló térségével. A nevekben már meg lehet még találni, hogy a Botos a hasonló név azonosság az ő Tokaj hegyalján is ugyanilyennek megtalálható. De szerintem Rábolynak is ez lett a vége, hogy akkoriban eltűnt ez a falu. Maga a falu az tulajdonképpen mezőgazdálkodásból élhetett, vagy milyen távolságra van itt a Tisza, tehát halászfalu lehetett-e? Hát a Tisza még szabályozatlan volt, akkor közel volt a Tisza, tehát viszonylag közel volt, és nem csak a Tisza, ugye az Egerpatak is itt volt, tehát gyakorlatilag egy vízjárta terület volt ez a terület, és hát ugye a legközelebbi a Hordódi Holtiszának volt, a Hordódi Holtisza innen légvonalban egy olyan 3 kilométerre esik. Hát főleg mezőgazdasággal foglalkoztak, illetve állattenyésztéssel. Említette idefelé jövet, hogy volt itt egy, vagy van itt egy kastély maradvány. Az kinek a kastélya, vagy milyen korba tudjuk elhelyezni? Hát csak a birtokhoz kapcsolódóan építette a kastélyt is, ugyanúgy, mint ugye a Magtár helyiséget is, mert a megtermelt terményt valahol el kellett helyezni. A kastélyban viszont a mindenkori intéző, aki itt intézte ezeket az ügyeket, az lakott benne. A kastélytól egy kicsit, a bejárattól kicsit jobbra esett egy istáló, ott a hintós lovak, a hátas lovak voltak, és a többi állatok pedig ugye a területen szétszórva juhok, illetve szarvasmarhák voltak. Tehát a juhistáló is volt, 2 darab 200-as istáló, és 1 darab 500-as istáló volt, amit meg lehetett még itt találni. Van-e arról tudomása, hogy mekkora lehetett ez a település, legalább lélekszámát tekintve? Nem tudom erre válaszolni. Nem tudom. Tehát elveszett ugye a történelembe, hogy
hogy gyakorlatilag mennyi lehet a lélekszáma, nem tudom, fogalmam sem. Tehát biztos, hogy nem nagy település volt, mint ahogy Ólás egy nagy település volt, tehát kis településekről beszélünk. Elképzelhető, hogy néhány száz ember lakott itt. Igen. Arra kérem, hogy beszéljünk már erről a csodálatos épületről. Feltételezem, hogy többször látta és jobban ismeri, mint mi. Feltűnőek a gerendák, a színezés, sajnos a tető az már imittam, ott rogyadozik. Malom vagy magtár épületnek, magtárnak szolgált. Mutassa be nekünk az épületet. Hát gyakorlatilag az épület ugye két emeletes épület volt, itt a környéken megtermelt főleg gabonát és kukoricát tároltak itt benne, hihetetlen mennyiséget lehetett tárolni. Hatalmas vastag falai vannak, verestéglába van építve, és ha megnézzük az itt aládúcolt ácsolatokat, hát ma már Magyarország területén ez a fajta ilyen vastagságú fenyőfát nem is nagyon lehetne találni se, de feltehetően ez is a Tiszán jött le valahol Kárpátokból. Mennyi a vastagsága? Nem tudom megbecsülni. Ilyen 35 centi, 20-40 centis vastagságú gerendákról beszélünk. És hát ugye lemeszelték, ugye egy része a meszelésnek az volt az első funkciója, hogy a faanyagot is védik a különböző rovaroktól, valamint a másik nagy funkciója volt az, hogy mindig fertőtlenítette a mésszel, hogy a takarmányt akkor került be a takarmány a magtárba, amikor kifertőtlenítették. Az, hogy az emeletes épület, az mit jelent? Tehát itt el tudom képzelni, hogy nagy halomban álltak a különböző gabonák. Az emeletet, azt mire használták? Hasonló? Az is ugyanarra használták. Tehát az emeletet ugyanilyen mennyiségben, vagy nagyságban voltak elhelyezve a gabonák, és hát az ácsolatról is lehet látni, hogy ez így komoly súlyt kellett neki megbírni, vagy elviselni, hogy egy két emelettel fönt lévő mennyiséget is megtartsa. Nagyon régen láttam filmet a régi ácsokról, akik arra voltak büszkék, hogy nem használtak szeget, fémet az állványok elkészítéséhez. Itt hogy becsüli meg? Ez is hasonló módon? Úgynevezett csapolással készül? Csapolással van összeállítva, tehát sehol nem lehet látni egy olyan részt, ahol a két gerendát egymáshoz fémmel rögzítették volna, hanem bele vannak csapolva, és itt is lehet látni jól, hogy minél nagyobb terhet kap itt, a fő gerendára adja át a terhet, és gyakorlatilag hihetetlen súlyt tud elviselni. Tehát az egyetlen fém, ami ott volt, egy tűzoltó felszerelésnek a fém, egyébként ebben nagyon kevés fém van. Azt meg tudjuk találni, vagy ki tudjuk találni, hogy hol lehetett itt a feljáró? Vagy csak valami létrát oda támasztottak? Mellettünk, tehát itt lehet látni jobbra a létrának a felmenés, és annak a folytatása fölfelé az emeletre is ott van. Mikor használhatták utoljára ezt az épületet? Ezt még a TSZ időszakban, tehát rendszerváltás előtti időszakban, de már akkor itt nem tároltak olyan mennyiségű takarmányt, mert TSZ-nek volt bent a gréfi birtokból származó nagy magtárai, és hát ugye nem kellett már ide kihozni, meg egyébként rögtön az aratás követően ugye megpróbálták eladni a takarmányt, és nem volt szükség erre tárolásra. Nagyon nehezen tudom megítélni, de nagyon sok ilyen jellegű épületépítmény lehet az országban, ami tulajdonképpen értékes és hasznos is, de szép lassan tönkre megy. Igen. Tehát túl sok van ilyen, ami kiesik a falvakból, úgymond gazdátlan, nem gazdátlan, van neki gazdája, de már a mai kor nem használja már ezt a fajta tárolásra a magtárakat. Mindenki megpróbálja értékesíteni, és az aratás követően ugye szárítják, és a szárítás követően pedig értékesítik a takarmányt. Az előbb említette azt a kastélyt, az milyen állapotban van, vagy van még belőle valami egyáltalán? Már csak a falak állnak, tehát a tetőzet az lerogyott, a falak állnak, verestéglábból volt építve az is, de a tető, hogy megrogyott rajta, így aztán már az egész padlástér is már ment utána. Már csak a falai maradtak meg, de hát a méhek vannak az úton, és hát nem tudunk oda menni közelebb.
Egy elmúlt heti adásunkban nagyon érdekes, sok érdekességet mondott arról, hogy milyen tájnevek vagy régi elnevezések találhatók. Itt Ráboly környékén, magán Rábolyon kívül van-e olyan terület, amiről érdemes beszélnünk, mert érdekes, beszélő vagy különleges neve van? Hát itt Poroszló és Ráboly között van az akasztó. Hát hogy aztán ennek mi a magyarázata, vagy hogy nevezték ezt a részt el akasztónak, ezt nem tudom megmondani, de biztos, hogy van neki valamilyen funkciója, miért elnevezték ezt a területrészt. Még egy kérdés az épületen kívül kérdezném. Maga a Tisza szabályozás, az milyen jó vagy rossz hatással volt azokra, akik egykoron a víz mellett éltek? Hát egykoron a víz mellett nagyon kevés ember élt. Tehát a Tisza vízgyűjtőjén nem éltek túl sokan. El kell képzelni, hogy a Tisza, amikor egy ilyen hatalmas áradása volt, akkor kiszaladt a medréből, és az volt, amikor Debrecenig elszaladt, és akkor, vagy Füzesabonyig, és akkor ezért a területrészen 4-5 hónapig is, vagy akár 6 hónapig is ott volt a víz, és hát ezt a területrészt ugye csak legeltetéssel lehetett hasznosítani, mert más hasznosítást el sem lehetett képzelni, mert ugye nem volt védtöltés, nem volt védgát, ami megvédte volna azokat a kultúrnövényeket, amit esetleg elvetettek volna, felszállították volna, elvetették volna. Így aztán a szarvasmarha, illetve a birkák, lovakat tartottak rajta, legeltették, és hát a Tisza szabályzását követően bizony előfordultak olyan esztendők is, amikor asszályos esztendők voltak, és hát például Kunhegyes, Kunmadaras írta a magas rendeknek, hogy valamit tegyenek már, mert ugye éhen pusztulnak az állatok, mert hát nem volt legelő. Tehát azokat a legelőket, amit ugye elöntött valamikor a víz, frissen elöntött, és ugye hatalmas legelők alakultak ki. De hát ugye ezt a torzót meg lehet találni Karcak határában is, ott van egy hortobágyi híd, szerűség az Ádor csatornán, ami alatt már nem folyik víz, mert ugye a szabályzás követően ugye arra már nem megy kifele víz. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy újabb helyszínre hozott bennünket, és egy újabb érdekességet tudhattak meg a televízió nézői. És akkor viszontlátásra! Viszontlátásra, én köszönöm!